hosszú hétvégék, ünnepek előtt általában megélénkül a forgalom az üzletekben, de az idei pünkösdi forgalmat főként az erősítheti, hogy április 7-e óta lépcsőzetesen enyhülnek a járvány miatti védelmi intézkedések. A járvány rányomta a bélyegét a kiskereskedelem idei első negyedévére, a forgalom átlagosan 3,2%-kal csökkent. Ugyanakkor az újraindulás óta erősödik a fogyasztói bizalom, fokozatosan nő a fogyasztás, és az eddigi folyamatok alapján pünköskor várhatóan többet költenek a háztartások minden területen, amiből bővül a kereskedelem. A védelmi intézkedések enyhítése lendületet adott a teljes fogyasztásnak, és az újraindulás első lépése óta eltelt bő egy hónaphoz képest tovább erősödik majd a forgalom a pünkösdi időszakban. Tavasszal a lakásfelújítási, a kerti és a szabadidős tevékenységek miatt nő az iparcikkek iránti kereslet, ami szintén hozzájárul a kiskereskedelmi forgalom bővüléshez.